2017. november 18-a, nem, 19-e vasárnap van, és ismét eljött az idő, hogy megörökítsem az elmúlt időszak történéseit. Szóval megyünk és szétnézünk a telken. Hát a legnagyobb változás az, hogy elkészült a falazás. Konkrétan megvan még a koszorú is. Ez a legutóbbi alkalommal még nem volt meg. Itt egy ablak a zuhanyzónak. Egy ablak a hálószobának. Bejárati ajtó. Nappalinak az ablaka. Be vannak téve az áthidalók. Fölötte van itónkból két oldalt fölfalazva, közötte pedig bevasalva a beton koszorú. Ez a két szoba. Egyik gyerek szoba, másik gyerek szoba. Aztán fürdőszoba, WC, háztartási helyiség, ahol a kazán lesz, és a bojler, mosógép, ilyesmi. És pajz, vagy más nyilván kamra. Itt, ahol most állok. Itt van egy zuhanyzó helység. Ez az ablaka a WC-vel. Itt pedig a harmadik hálószoba. És ez itt a nappali. Egy ablak. Kettő ablak. Három ablak. És ez pedig a kijárat a teraszra. Ez pedig itt a konyha rész. Hát röviden ennyi, ezen kívül sok minden azért nem történt. Tettem fel egy LED reflektort az oszlopra, mozgásérzékelős, illetve fényérzékelős, tehát csak sötétbe kapcsol be, és csak mozgásra nagyon szépen megvilágítja a házat, 50 wattos. Kicsit szétnézünk hátul is. Hát lett berakva néhány növény. Hát ezek ilyen ideglenes helyen vannak jelen pillanatban. Tuja, rózsa, meg ki tudja mik ezek. Ezen kívül talán a málna az már az előző a videóban is benne volt. Illetve valószínűleg a szeder is. De ami szerintem nem volt még benne, az a magas törzsű ribizli, fekete ribizli, josta és a büszke. Valamint a gyümölcsfák sem biztos, hogy megvoltak. Ez egy szilva, Stanley szilva. Még egy szilva. Ezt a szomszédtól kaptuk, és a harmadik szilvát is a szomszédtól kaptuk. Úgyhogy nem tudom milyen fajta, de a szomszédnak nagyon szépen terem az ő fája, úgyhogy remélem, hogy ez is így fog. Ez egy alma. Egri piros. Szintén alma. Húsvéti rozmaring. És két körte. Klapkedveltje, illetve sárga vilmos.
illetve szőlő ültetvény is lett telepítve. 1, 2, 3, 4. Eper. És ott a ház.